Üdvözlöm Csaba, Pál Tamás vagyok a Handball Expert-től. Először is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. A kölni Final Four-ban hangzott interjúban hallhattuk öntől, hogy azért ön próbált így a női szakák mellett a férfi szakákban is képben maradni, és most ugye nem olyan rég kezdte el a munkát, ehhez gratulálok a kinevezéshez. Mégis miben más itt a férfi szakákban tevékenykedni, mint a női szakákban? Nem tudom még megmondani, június 5-dik óta viszonylag kevés idő telt el. Jelen pillanatban annak örülök, hogy sikerült egy főtámogatói, főszponzori szerződést a 4IG csoporttal aláírni, és megtaláltuk a szakmai stábnak a legfontosabb láncszemét a jövőre nézve Csavi Pascal személyében. Az elmúlt napok, az elmúlt heteknek az időszakában mondhatom azt, hogy rengeteget dolgoztunk közösen a kollégáimmal. Én azt hiszem, hogy ott tartunk nagyjából, ahol jelen pillanatban tartani kell. Egy olyan helyzetet örököltem meg, amiben fontos feladatok és fontos döntéseket kellett meghozni. Például ugye az előző két edzőnek, a vezetőedzőnek és a pályaedzőnek a szerződésének a lezárását, hiszen ez is egy fontos láncszeme volt, ahogy a jövőben világos célkitűzéseink legyenek, egy világos szakmai elképzelésünk. Nekem is 24 órából áll a nap, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy a jelen pillanatban több információval vagy több tudással rendelkezem a férfi vonalon, mint mondjuk két héttel ezelőtt, de mondjuk a Veszprémből sokkal több információm van. Mégis megvan az a nagyjából az a gyakorlat, az a klubfelépítés, az a munkametódus, amit már a Győrnél sikeresen alkalmazott. Ezt azért át tudja ültetni a Veszprémhez is, ugye? Hát ez a célom, igen, tehát az a világos elképzelésem, hogy egy teljesen új struktúrában kell dolgozni a menedzsmentnek a Veszprém kézilabda csapatánál. Ez gondolok itt arra, hogy én nem csak olyan vezető szeretnék lenni, aki vezérigazgatóként kiosztja a feladatokat, hanem szerves része legyek ennek a minden folyamatnak, a tárgyalásoknak, a szponzori szerződéseknek, annak az előkészítésének és minden egyéb más kapcsolattartásnak. Természetesen szeretnék jobban belefolyni a szakmai kérdéseknek a döntésmechanizmusába, akár ugye a Nagy Laci sportigazgatóval, akár pedig a vezetőedzővel, hiszen ez egy nagyon sok gazdasági kérdés is felvetés. Erről azt hiszem, hogy a klubban én vagyok ezért a felelős, úgyhogy ebben egy olyan struktúrát szeretnék, amiben a kölcsönös bizalom együttműködésnek az alapjai lefektetése kerülnek. A menedzsmentben pedig azt kértem mindenkitől, hogy a legjobb tudása szerint azt a tevékenységet végezze, amit feladatként munkaköri leírásban meghatározunk. Azt sem titok, hogy az utánpótlásban szeretnék több információval rendelkezni, adott esetben a fiatalabb játékosoknak a első csapatba való integrálása, vagy éppen az NB1-es klubcsapatokkal való történő együttműködés tekintetében, mondjuk kölcsönadások tekintetében. Úgyhogy szépen veszem fel a fonalat. Azt mondom, hogy az elmúlt heteknek az eredménye ez egy nagyon jó és színvonalas és nagyon komoly sajtótájékoztató után két ilyen hírt tudtunk bejelenteni. Erre büszkék vagyunk, köszönöm a kollégáimnak, köszönök mindenkinek, aki ebbe segített. Igen, az első nagy lépések megtörténtek. Én mégis azért még egy kérdést feltennék azzal kapcsolatban, hogy mielőtt önt kinevezték, voltak bejelentések azzal kapcsolatban, hogy régóta a klubnál tevékenykedő emberek a menedzsmentből is távoztak, és azzal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy itt még a nyár alatt még várható itt a klub menedzsmentben is változás, esetleg bejelentés? Nem tudom, nem tartok itt jelen pillanatban. Azt mondtam, hogy augusztus végéig szeretném ezt a kérdéskört lezárni, most még csak június közepe van rá időm, szeretném megismerni az összes kollégámat, és akkor majd hozni döntéseket, ilyen elhamarkodott döntéseket nem hoznék. Idén tulajdonképpen a kereterőssége miatt nagyon sokan a szakértők közül is a Veszprémet arra predesztinálták, hogy legalább a Final Four-ba bejut, de még végső győztesként is emlegették. Ez ugye az idei évben nem sikerült. Az új edző érkezésével az ön részéről kvázi elvárás az új edző felé, illetve ha már itt bejelentették az új szponzort, az ő részükről ez elvárása az a mostani szezonra, hogy a Veszprém bekerüljön ezzel a kerettel a négyes döntőbe? Nem csak az én elvárásom az, hogy meg nem csak a 4IG csoport elvárása az, hogy sikeresek legyünk. Ne felejtsük el, hogy ennek a ZRT-nek, ennek a gazdasági társaságnak van egy tulajdonosi háttere. A tulajdonos
nagyon sok célkitűzése, az összes támogatónk, szponzorunk, a szurkolók nagyon nagy betűvel, a szakmai stáb, a játékosok, mindenki azért küzd minden nap, hogy a céljainkat elérjük. Ezeket a célokat közösen határozzuk meg. Nem úgy történik, hogy egy ember jelen esetben én ezt kihirdetem, és akkor ez lesz, hanem itt ténylegesen egy közös gondolkodás, közös munka eredménye kell, hogy legyen a célkitűzések megfogalmazása is, és hát nagyon sok múlik azon, hogy mennyit teszünk érte nap mint nap, mindenkit beleértve, és nyilvánvalóan tudjuk a dolgunkat, tudjuk azt, hogy mi az elvárás, elsősorban tudjuk azt, hogy a támogatóinknak az elvárása az, hogy a hazai színvonalon, a hazai szintéren mindent megnyerjünk, és mi legyünk a magyar bajnokok, illetve a magyar kupa győztesek, de ez teljesen normális, hogy még egyszer mondom, ezzel az egész háttérrel, ezzel a játékos állománnyal elvárás, hogy ott legyünk a Final Four-ban. Jelenleg a keret nagyjából adott, egy-két játékos érkezése várható, ezt Nagy Lászlótól már ugye hallottuk. Én mégis azt kérdezném, hogy a jövőben, hiszen önnek mindig szívügye volt a magyar fiatal játékosok beépítése, amennyiben ez szakmailag és egyéb körülmények között ez lehetséges. Van néhány olyan kézilabdázó, aki jelenleg külföldön, kölcsönben kézilabdázik, ilyen például Lukács Pepe vagy Fazekas Gergő, az ő jövőjükkel kapcsolatban tudna nekem valamit mondani? Azon dolgozunk, hogy folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, és abba bízok én nagyon tényleg a tiszta szívemből, hogy vissza tudjuk őket hozni Veszprémbe, és tudnak nekünk segíteni a céljaink elérésében. Sok olyan magyar fiatal játékos van, véleményem szerint akár az Elis Zorán, vagy éppen a Palasics Kristóf, aki szerintem az elmúlt időszakban rendkívül sokat fejlődött. Talán az egyik legmeghatározó valóban a Fazekas Gergő. Nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha a jövőben velük lenne teljes a Veszprémnek a kerete. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a munkához. Köszönöm szépen.